Az eső után is sokan gyülekeztek ma délután a Városligetben. A Narcisz futást két év kihagyás után szervezték meg újra. A legtöbb kaposvári iskola képviseltette magát. Eljöttünk sétálni egy kört ide a Városligetbe. A Munkácsit képviseljük, ahogy már említettem, és azért tartottam fontosnak, hogy jöjjünk, hogy legalább a gyerekek halljanak arról, hogy ilyen alapítvány is működik a városban, és ezzel a támogatásukat fejezzék ki a betegek iránt. A résztvevők egy kilométeres távot sétáltak végig, vagy futottak le. A Lórenfi Zsuzsanna Református Iskola diákjai még gyűjtöttek is az alapítvány javára. Egy kilométeres kör kellett futni, és sok mindenki, körülbelül mindenki hozott felajánlani pénzt a betegeknek, és ezért futottunk. Kaposvár alpolgármestere Pintér Rómeó pedig arról beszélt, a város számára nagyon fontosak az ilyen érzékenyítő programok. Ez az egyik legfőbb célja a rendezvényt szervező alapítványnak is. Alapítványunk változott, és új célokat tűzött ki maga elé, és az egyik fő célunk az érzékenyítés, és pontosan ez az iskolás korosztályt szeretné megtalálni ezzel a témával, és felvilágosítani egy osztályfőnöki óra keretében, fakultatív óra keretében, hogy mi az, amit tehetünk embertársainkért, főleg, hogyha beteg emberek közelében vagy társaságában vagyunk. A mai programra több mint 400-an regisztráltak. A támogatóknak köszönhetően minden résztvevő egy-egy apró ajándékot és kitűzőt is kapott.